Előtte is értetős bajtársak. Ez a Gavelgém csinál, a törmese szolgálta jelentkezem, és hát a mai nap folyamán ugye ezt a kalózos vonalat fogjuk megcélozni a Forgotten Seas nevezetű kis játékkal, ami ugye elérhető a Steamen. Ugye jelenleg a játék az korai hozzáférésben van, és arról fog szólni, hogy a Bermuda háromszögbe vagyunk ugye elveszve, és ilyen kis üveg hajót kell majd kraftoljunk, amivel utána majd ha eldobjuk, mint mondjuk egy pokélabdát, akkor ugye egy ilyen nagy normális hajóval változik, és ugye ezzel fogjuk tudni itt a környező vizeket szelni, bázisokat képíteni, vadázni, és úgy meg kell védeni magunkat úgymond a kalózoktól, vagy magunk is úgymond ilyen kalózok vagyunk, ugye a többi kalóztól. Úgyhogy egy ilyen fantasy túlélő barkácsolós történet, ugye online együttműködő, tehát van multiplayer része is, tehát tudtok játszani ugye a ismerősök, tökkel, hogyha esetleg mind a kettőtöknek tetszik ez a stílus. Képigényét tekintve ugye a minimum az Intel Core i5 6600, 12 giga RAM és a GTX 960 as videókártya, amit kér, és 5 giga szabad helyet. Ugye a grafika az körülbelül ez, amit itt most láttok. Szerintem kezdjük is a játékot, és nézzük meg, hogy amúgy valójában milyen, és ugye a magyar nyelvet azt nem támogatja. Úgyhogy én itt rá is nyomok, kreálunk egy karaktert, aránylag eléggé egyszerű a kreálás, fiú vagy lány. Na, pontot nem tudunk tenni, jó, akkor marad így. Oké, hát ezt gyors meg is kreáltuk, és akkor start. Kérdésük, milyen kis hangulatos lesz a játék, ugye eddig nagyon pozitív az értékelése, úgyhogy elég sok mindenkinek, aki úgy játszott a játékkal, azoknak eddig tetszett, úgyhogy kíváncsi vagyok én is, hogy hoppá, már itt is vagyunk a vízbe. Aha, nincs hang. Oké. Okay. Jó, settings. Nya. Jó, tehát a master volume az le volt véve. Nem tudom, mennyire hangos a játék, majd figyelem, és akkor megpróbálom még majd rajta állítani. Oké, hát ez egy ilyen pici sziget, itt a környéken pedig vannak ilyen különböző... Aha. Ha vannak itt ilyen repülő is. Mondjuk érdekes, tehát, hogy mint ahogy mondtam, ugye elvesztünk a környéken, és látjátok, hogy vitorlás hajók vannak, de ugye mint mondtam, hogy repülővel érkeztünk. Aha. Szépen össze tudunk szedni mindent, ahol itt van egy kincses térkép. Szét kellett kardozzuk a dolgokat. Ja. Oké, mi az, amit itt látunk? Tudunk egy picit kijebb zoomolni. Itt az inventorink. Fel is tudunk öltözni, nagyon jó. Ha. És tudunk tényleg ilyen igazi kalózok lenni. Map fragment, és akkor ezt így tudjuk kombinálni, ha jól értem? Van banán nálunk, meg gold coin. Arany. Ezt nem tudjuk fölvenni. Uh-huh. Van tartósága a késnek, mint látjátok, az fogyik is rendesen. És az a hajó közeledik, ott jól látom. Hetessel tudunk építeni. Jé, oké, kövessük a tutoriált. Oké, sztori. 1945. december 5. Uh-huh. Newcastle, mi az a mi, mit jelent? Viharok vannak, viharok is, nagyon jó.
szigetek. Itt tudjuk összekombinálni a térképet. Vannak kulcsok. Itemek. Aha. És ez csak a basic. Ajózás, úszás, minikombat. Halál és... Aha. Itt mi, micsoda? Jó. Click basic. Mi is csináltuk? Water. Friss víz. Making water. Wrong tool. Próbálunk beúszni oda. Ez a gondolom, ez a két flaska itt a... Hogy hívják fölött, ez... Milyen piranya, haló? Na, idegesítsél már. Van teknős is. Van valami zöld. Nem kell ezt ennyire beletenni, úgy látom. Kötjük ide is. És... valami történik. Ezt eléggé betettük, lehet, hogy ezt ki kéne venni. Ki tudjuk innen vajon menni? Na, itt van víz. C. Itt a tutaj. Basic campfire. Craft. Elég gyorsan vissza jönnek a dolgok. Szerencsére. Nagyon kell várni, csak ezen kis szigeten itt. Nem tudom szétosztani.
Végül is a víz az készült, tehát valamit jól csináltunk. Hét, hat, öt, négy, gyerünk, gyorsabban. Ott is van a víz. Kész, megcsináltuk. Következő. Level up. Cooking a fish. Üzzük meg a halat. Ha? Kicsit túlbonyolítva amúgy a dolog. Kicsit szokni kell a gombokat. Iii, 171. Ez pilóta bejegyzés. Hopper Cannonball. Vannak itt amúgy statok is, úgy látom. Meg itt vannak az ilyen pontok, amiket ugye el tudunk majd osztani minden egyéb dologra. A rezisztencia. Air gun. Meg ugye a skillek, hajójavítás, stb. Stb. Energia. Tegyünk erre, ugye van 4 pontunk, tegyünk mindegyikre egyenlőre egyet. Jó. Hello. Téged meg lehet enni. Ez támad. Jön a mérges barátja is. Aha. Oké, tehát nem úgy van az, hogy te csak így megölöd, hanem vannak neki barátai, és azok jönnek is. Ők is. Meg akarnak minket postolni. Mennyi idő még, mire ez elkészül? 46. Jó. Van valami sellő, látod? Stealing buff. Nagyon jó. Amúgy tényleg így több mindenkivel lenne jó játszani. Tehát nem így egyedül. Log, ladder és rope. Oké, workbench. Ship repair kit. Ez valami élező. Kötél. Elhozzá stick. Elég gyorsan visszajönnek a nyersanyag, úgyhogy ezzel nem lesz gond. Kész. Leather. Meg kell szárítsuk a bőrt. Azt meg gondolom kell hozzá ilyen szárító cucc. Meg egy ilyet is teszünk le. Stone axe. Axe stone. Bear. Axe az jöhet. Nyolc. Ah,
Van destroy, amit tudjuk csak. És megjelenik rajta rendesen a bőr, tehát hogy azért rádobtál. Egy kis bőr 2 perc alatt meg is lesz. Most szeret nekünk egy csomó vizet. Még azt nem értem, miért kérdez rá, hogy mind a négyet át akarom-e tenni? Igen, át. Jó, hát vízünk, kajánk, az van. Oké. Okay. Látom, hogy romlanának a kaják. Ugye az jó. Víz. Jó. Süthetjük végül is a húst is. Hogy legyen. Várjál. Ezt nem tudom kivágni. Azt tudom csak, jó. Ezt viszont itt szétcsapom. Még. Stick and fiber. Jó. Ezt kéne lekraftolni. Dobjuk ide a hűvösbe. Oké. Okay. Lot, rope, plank, copper bar. Nem úgy van az, hogy csak kenjük be sára. Carpenter. Copper bar. Honnan szerzünk copper bart? Log. Ez meg logja. Sticket ad, ez is. Ez ad logot. Szerintem az elgondolása úgy nem rossz a játéknak. Mérgezett lándzsa. Négyes. Jó, és akkor itt Carpenter Bench. Oké, bedobjuk a logot és működik. Vagy kell hozzá a fűrész is. Menjél innen te. Honnan szerzünk copper bart? Ez itt most a kérdés.
Megint van hordó, ott van cápa. Az, hogy nem nagyon merek messzi menni. Amire rányomtam. Nagyon jó. Ezeket átpakoljuk ide a végére, ezeket meg előre. Így. Van egy késünk. Van egy sziget. Valami sellő. Arra is van egy sziget. Valahogy biztos ad a játék kuppert. Lelőr. Most szerintem az készen van már a bőr. Igen. Az oké, csak azt nem mondtad játék, hogy honnan fogok szerezni hozzá nyersanyagot. Mert ugye ehhez is copper bar kell. Meg gondolom itt is ahhoz, hogy ezt átalakítsuk, ehhez is copper bar kell. Ugye mutatja a fűrészjelet. Spear. Ez méreg. Van két mérünk, azt honnan szedtük. Van hajójavítónk is. Meg fiberünk egy csomó. Oké. Csináljunk egy ilyen kis tutajt. Kötél kell hozzá rengeteg. Nem sokat csapkodunk rá. Mondjuk azt, hogy az első hajót azt azért jó lenne lekraftolni. Vannak azok a tekik. Igen, kell kötél. És akkor ebből meg lesz minden, hogyha kész lesz a kötél az összes. Akkor mehetünk. És akkor lehet, hogy azokat a... Vagy topti. Teknős békákat. Amik. Nem. Gyere ki a vízből. Köszi. Hívd a barátodat is. Jóan a ketten jönnétek, gyere. Gyorsabban. Aha. Hol a kis barátod? Nem, nem.
Erőtekercs. Nem ide. A szárítóhoz kellene még egy kis bőr. Minél több bőr van, annál jobb. Igen, ez mi? Jó. Elhasználtuk, kész. Építeni kéne akkor egy ilyen kis hajót. Hajó, tehát ez egy ilyen kis tutaj, csak nem is hajó. Mert pedig meg kéne építsük az első hajónkat. Nem is olyan kicsi ez. Gyere csak ide. Igen. Azonban nem tudom, merre kéne elindulni, most arra induljunk el, vagy visszafelé. Még vizet nem hoztunk magunkkal, de van banán. Ez nagy igaz, nem ad vizet. Bogyó viszont igen. Tengerbe is be tudunk nézni. Sose érünk át a másik szigetre ezzel a kis valamivel. Hello? Aha, így is rajta tartom az egeret. Nyitott egy kis buffot. Jó, jó. El is tűnt, sajnos. Jó. Van a gyengéje a méreg. Cápán. Lott meg Beris. Aha, kopperbár, az nagyon jó. Ugye ránk estődik.
Mik ezek a csillogó izék itt? Vajon? Sea glass. Tengeri üveg. Ja. Ó, itt van egy ilyen kikötőszerű. Amit már rendesen ki lehet kötni. Van valami homokzsákkal körbevett sátortábor. Ó, csirke. Majd kell a kulcs. Ami ki tudja, hol van. Ez mi volt? Mi? Hogy itt egy másik. Oké. Okay. Ez most majdnem rip lett. Hogy tudjuk visszatölteni a... kajánkat. Jó, térkép részlet. És egy darab kopperbárunk van csak. Az meg nem sok. Szóval van klottunk meg egyéb, ez nem kell. Mert fragment, meg nincs a plot. Nem tudom, honnan fogunk szedni izét. Koppert. Fordulj! Feladik. Van egy elsüllyedt hajó. Ezt lehet még jó lenne megnézni, ha már idáig elcsónakáztunk. Ez a shelter. Van fákja. Ugye elvileg van valahol benne kereskedő is, hogy azokat is jó lenne majd megtalálni. Megnézzük ezt a félig megsüllyedt hajót.
Na vajon ezzel a megsüllyedt hajón mit találunk? Lehet, hogy itt valamit jól van. Na, menj innen! Ez inkább olyat kéne beletenni, amit könnyen tudunk pótolni, mint például ezek is. Igen. Hát azért maradt még. Jó, na nézzük ezt a hajót. De szét tudnánk rombolni, hogyha lenne hozzá megfelelő szerszámunk. Aha. Jó szpirka. De nézzük csak, mi kell a... Lányzsához. Stone meg stick. Pont amit kiraktunk. Igen. Itt még el vagyok veszve a menüben néha. Nézzük ezt a lányzsát. Még lekraftoljuk. Ennyi volt szétromolni a izét? Rendben. Csak ugye ez most... Kaptunk itt kereket, meg lámpát. Jó, nagyon jó. Javítsa hajón egy kicsit. Meg még egy kicsit. Sok minden itt maradt. Ne azt vedd már föl, hanem ezt. Menjünk szépen haza és pakoljunk ki. Látunk valami két ládát is.
Jó, kajapia tele van. Mit írt a repülőre? Hogy tudjuk szétverni? Lehet, hogy abban lenne akkor a kopper, ami a hajóhoz szükséges. És akkor lehet, hogy a láncsa kéne ahhoz is. Először hazamegyek és mindenképpen kipakolok. Aztán megnézzük azt a hajót. Hajót, a repülőt. Hogy nem előtt abból, abnak az alkatrészéből tudjuk megcsinálni a hajót. Van három pontunk, amit nem osztottunk el. Neki tudunk vajon menni? Tekinek? Meg kellett volna nézni, hogy el tudjuk-e jutni a teknőst vagy sem. Jó. Lehet valahol, hogy... dobozt építeni. Mi kell hozzá? Stick. Ez pont nincs nálunk. Persze, ha miért lenne. Na még egyszer. Tehát akkor ezt szeretném, mind a 17-et. Ez egy picit olyan bonyolult tűnik nekem. Ez így van megoldva. Tudjuk lecraftolni. Próbáljuk lepakolni azokat a dolgokat, amikre nincs szükségünk jelenleg. Jó, elég sok minden fér bele ahhoz képest. Ez a kormány se kell. Egyelőre ez sem. Ez sem. Ez se. Ezeket megnézzük, a cápafog se kell, mert csak a helyet foglalja, ez maradhat. Lövöldözni még nem lövöldözünk. Mi van itt deszka bőven. Ez se fog kelleni. Hát szerintem egyelőre ez se, mert nem találkoztunk traderrel. Ez se. Ezeket fel tudjuk szedni. Viszont tudjuk nézni, hogy akkor mit hagytunk itt. Ami esetleg jól jöhet.
méreg se fog kelleni. Ezt is kirakadtuk volna ezt a képet. Igen. Gold volt benne főleg sok. Gold bár. Á, és megvan a copper bár is, az elég. De megnézzük, hogy ezt a repülőt szét tudjuk-e ütni. Hogy nem az adott volna esetleg koppert, és akkor nem kellett volna ezt a kis hajót megcsinálni, hanem akkor egyből tudjuk megcsinálni a nagyot. Jó. Így. Biztos ki tudjuk dobni. Oké. Okay. A láncsával szét tudjuk. És cargo crate. Tehát valami szállítmányt adott. Fordulj, ha jó. Ötös. Ötös. És így. Plank, copper bar, aha. Hát ez adta volna. Most ugye tele vagyunk. Ennek van inventória? Nincs. Ennek van csak. De én tudom felvenni a copper bárt. Nehéz voltam. Gyertem, lehet, hogy nehéz voltam akkor. Igen. Azt mondja plank. Jó. Azt mondja, mennyiből tudjuk megépíteni ezt a hajót? Ezt. Copper bar 5 és plank 20. Itt is van 5 darab. Amúgy pont 5 darabban. Ja nem, az nálam van. Jó. Mert rosszul látok, 20. És azt mondom, hogy ezt szeretnénk a kezünkbe venni. Tudunk kulcsot csinálni. Stone keleton ki. Igen. Hát ennek már van tárolója. Van téve tudunk targetot kijelölni.
Rangership level 5. Érdekes, érdekes szerkezet. Csak kell ez a ágyúgolyó futam. Akkor ide meg le tudunk tenni valamit. Ezt. Magunk a kaját, piát. Jó. Szétlőjük harcra fel! Mondjuk, hogyha azt nézzük, akkor picit ilyen gagyi a harcrendszer szerintem, vagy első ránézése, de aztán tudjuk később milyen lesz. Tehát tével ki tudod jelölni, mit akarsz meg semmisíteni idézőjelbe. V-vel meg tudsz tüzelni. Elég közel kell menni, ahogy nézem. Aha. Fire! Jó, hát elsüllyesztettük az első hajónkat. Hát nem tudom, amikor tudunk majd ilyen hajókat gyártani, amik ilyen kis üvegben vannak és kidobni őket. Mint ahogy mondtam, hogy ilyen pokilabdaszerűen el tudjuk őket dobni. Pikachu téged választalak. Meglátjuk. Van itt cápa. Csomó minden. Azt miért nem tudom, ott volt. Hát ez meg csak level 4-es, még kisebb, mint mi. Akkor mikor tudunk majd bázist építeni, ahova haza is térhetünk. Jó. Hát szerintem nem olyan rossz a játék. Nem azt mondom, hogy úristen első osztályú, hogy a most aztán. De szerintem nem rossz. Deadman Silence. Oké.
Szerintem es mértékben jó. A térképet nem tudom, hogy hogy tudunk előhozni. Itt vannak ugye az aktuális küldik. Térképet mondom, azt még nem láttam. Lehet, hogy kell hozzá majd valami asztal esetleg, ami pluszba... Van. Ó. Itt vannak a házak. Jó, megvan. Lighting, furniture, bambusz, aha. Jó. Oké, tehát rá kell menni, és akkor így tudunk így házat építeni, meg akár kikötőt is szerintem. Aha. Tehát tudunk kertészkedni is. Ez viszont elég picike, nagyon pici. Alig látja az ember, hogy milyen ikonok vannak. Ez lehetne sokkal-sokkal nagyobb. Dekoráció, igen. Plank, annak a foundationnek meg egyéb dolgok. Log. Vagy a bambusz, vagy ugye a bútorzat. Plankbet, aha. Jó, ez picike. Sajnos. De van ilyen is. Úgyhogy fiúk, lányok, én köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Külön köszönöm a csatornatagoknak a támogatásért. Legyen továbbra is csodás szép napodok, és akkor találkozunk legközelebb is. Addig is jókedvetek, hajrá, sziasztok!